84 méter 98 cm. Ez az új országos csúcs férfi gerelyhajításban, és ami a legszebb, hogy ez az eredmény ferencvárosi atlétához, méghozzá a mindössze 19 éves Herceg Györgyhöz köthető. Gyuri az elmúlt hónapokban nem csak ezzel a rekorddal, hanem többek között a felnőtt magyar bajnoki és az U20-as Európa bajnoki címmel valósággal berobbant a köztudatba. Én úgy gondolom, hogy kezdek most már belerázkódni, így az eredményekről kicsit könnyebb már beszélni is, és nagyon várom most már a világbajnokságot, és mert számomra egy hatalmas tapasztalatszerzési lehetőség lesz, és találkozhatok rengeteg versenyzővel, kik a példaképeim. A fantasztikus eredménysor és Gyuri aktuális formája alapján a Magyar Atlétikai Szövetségben úgy döntöttek, hogy ő indulhat a számban a budapesti világbajnokságon. Német Miklósban már évelején megfogalmazódott a világbajnokság. Én még annyira nem hittem benne, mivel a februári edzéseken már tudtam 77-78 métert hajítani, de a februári és márciusi versenyeken még nem tudtam ezt az eredményt kihozni magamból. Utána jött az érettségi, és az edzéseken egyáltalán nem tudtam annyira koncentrálni, folyamatosan ideges voltam, mert elvette a figyelmemet. És szerencsésnek mondhatom magam, mert elég gyorsan, június végére már formába sikerült lendülnöm. A legfantasztikusabb évünk volt eddig, és rengeteg élményünk volt benne, hogy hogyan éltem meg, boldogan. Most mondhatom azt, hogy boldogan. Tudtuk, hogy egy kihívás lesz az év, hisz érettségizni, felvételizni az országunk egyik legjobb egyetemére, az egy kihívás lesz még akkor is, ha Gyuri maximalista, és tudtuk azt, hogy ő mind a kettőben a legjobbat akarja hozni. Talán ez volt a legnagyobb kihívás, hogy egyszer mind a kettőt. Ezért ő neki döntés kellett hoznia, kitolni egy kicsit a tavaszi szezont egészen nyáron, míg véget ér a felvételi, és akkor tudott önmaga lenni, felszabadulni, és akkor jöttek azok az eredményt, amit mindenki remélt. Gyuri édesapjával, Herceg Györggyel és az olimpiai bajnok Németh Miklóssal készül. Előbbivel nagyon szoros a kapcsolata, apukája pedig egyetlen szóval jellemezte mindezt. Mielőtt nem kezdtünk el Németh Miklóssal dolgozni, addig és most is ugye bármit megosztunk egymással, és ez nagyon fontos a fejlődésemhez, és az is, hogy mindig összehangoltan tudjuk összeállítani az edzéstervet. Kiskoruk óta arra koncentráltunk, hogy bárhova megyünk, együtt megyünk, bármi történik, együtt éljük meg. A nehézsége azok az apró sérülések, amely egyben nem az az eredmény érkezik meg, de megtanultuk azt is, hogy másnap fölkelünk és küzdünk tovább és csináljuk, hisz szeretjük ezt az atlétikának ezen szakágát. Én, nekem, mint édesapa, talán azt tudom elmondani, hogy egy szó jut eszembe a közös életünkre, az élmény. Hogy együtt éljük meg egy családként, együtt utazunk, együtt vagyunk, és amikor visszanézek, akkor minden egy erős élményként jön vissza a mai napig. A kismartoni Austrian Openen Herceg György döbbenetesen nagy magyar rekordot és U20-as Európa csúcsot ért el. Az időjárás eléggé kedvező volt számomra, mivel nem volt az a nyári meleg, és este tudtunk hajítani, kaptunk egy elég nagy 4-5-ös hátszelet, ami segített az eredményemhez. Itt se gondoltam volna arra, hogy én aznap 84 méter 98-at fogok hajítani. Általában feltartom mind a két kezem, és nagyon örülök, és egyből megyek oda edzőimhez, és jelen esetben most ott volt anyukám is, tehát ők voltak az elsők, akikhez oda mentem. Hát velem tudatták, mert kellett egy perc, mire eszméltem, hisz én is többek között hátulról vettem az ő hajítását, és mikor kihajította, láttam az örömét, de azt se fogtuk fel, hogy azt tudtam, hogy egy magyar csúcs, de úgy szóltak hátulról, hogy ez egy Európa korosztályos rekord volt. A kismartoni verseny előtt Gyuri sikeresen leérettségizett, a viadal napján este álltak rajthoz, a verseny végeztével egyidejűleg pedig otthon bejelentették a felvételi ponthatárokat. Atlétánk így fantasztikus sikere mellett bekerült az egyetemre is matematika szakra. Kicsit érdekes volt, mivel mi külföldön voltunk, ugye? És én úgy vettem észre, hogy azok, akik jelenleg külföldön tartózkodtak akkor, azok nem kaptak egy üzenetet. Tehát nekem ahhoz külön be kellett lépnem ugye a felvi.hu-ra és megnéznem, hogy ugye felvettek-e, és nagyon boldog voltam aznap, tehát mondhatni az idei év egyik legszebb napja volt.
Na, ha már matekos vagy, akkor számolgassunk egy kicsit. Arra gondoltam, hogy felolvasok neked, mondok néhány olyan számodra is közismert számot, ami jellemez téged. Kérlek, magyarázd meg, hogy mit jelentenek a számok. Kezdjük például a 19-el. Most lettem augusztus 8-án 19 éves. 32-es. Igen, most jelenleg 32. vagyok a ranking listen, és szeretnék minden följebb kerülni majd a következő években. 1899. 1899-ben alapult a Ferencvárosi Tornaklub, és nagyon örülök, hogy a Ferencvárosnak a sportolója lehetek. 800. Itt egyébként kettőre gondoltam, mert például 800 métert nem szeretek futni, és most már második éve 800 grammos gerellyel hajítok. És egyben utolsó, 84-98. Nagyon sokat jelent számomra ez az eredmény, melyet Eisenstadtban hajítottam, és szerintem most egy jó ideig ez lesz az egyéni csúcsom, de arra törekszem, hogy minél hamarabb megdöntessem. Erre a világbajnokságon lesz legközelebb lehetősége Herceg Györgynek. Gerelyhajítónk augusztus 25-én pénteken délelőtt a selejtezőkben kezdi meg szereplését, és ha sikeresen veszi az akadályt, akkor a zárónapon augusztus 27-én vasárnap 20:20-tól szorítatunk neki a világbajnoki döntőben.